Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön a COD 4 elkurvulása, vagyis hát a COD 4 Remastered elkurvulása, kérdőjel, macska, köröm. Mit csinál még az Activision? Hova tolja a határokat, hogy még több pénzt lefeljen rólunk? És hölgyeim és uraim, ugye beszéltem a tegnapi videóban, hogy egy csomó minden fog bejönni a COD 4-en, mert hogy feltörtik a játékfájlokat, csak ott benne volt, hogy lesznek MV2-es fegyverek, skinek, és hála jó Istennek, hát úgy vártuk már, a szupli dropos rendszert ide is behozták, hát ez nagyon kellett. És ti lesztek a bírái annak, hogy ez most a COD 4-ben kell, szükséges egy vérfrissítés, vagy úgy kellett volna meghagyni, ahogy volt, ahogy szerettük, ahogy régen volt, miközben mindezt, amit itt láttok, vagyis ebben a videóban remélhetőleg segítségetekre fog menni abban, hogy eldöntsétek, miközben én is természetesen kifejtem a nagyon személyes véleményemet, hiszen COD 4-ről van szó, tehát nem nagyon tudok elfogulatlan lenni bármivel kapcsolatban is, hogy a COD 4-ben, úgyhogy a ti józan eszetek fog ide kelleni, miközben nézitek, hogy mi van itt. Na, és akkor bejött a nagy frissítés, bejöttek új térképek, lesz róluk is szó későbbiekben a videóban, de most átnézzük egy kicsit, hogy mi mennyi minden jött be. Kezdjük ott, az első félelmem az volt, tehát aki követte a COD 4 Remasterre való híreket, tudta, hogy jönni fog ez a patch, tudta, hogy jönni fog a Supply Drop rendszer, aminek én kifejezetten ennek a Supply Drop rendszernek nem örülök. Jobban örültem volna, hogyha mondjuk valami challenge-elős rendszer lett volna, hogy csinálj 5000 fejest és megkapod ezt című történet, de annyi tartalmat toltak most bele a játékba, hogy valahol érthető, hogy Supply Dropos rendszer van, vagy hát nem tudom, tehát így... Érdekes a lényeg az, hogy most ez van, akinek tetszik a Supply Drop, tetszik, akinek nem, ez van ugye. A kis halálfejecskéket, akit láttatok itt fönt a bal felső sarokban, amiből van nekem most 112, mi Supply Dropok dobálják, amit kiválthatsz a Supply Dropokat, ezekért a kis villámoskákért itt, amit minden játék végén kapsz, és a játék nem szórja őket túl barátian, és ezért a kódból egy hatalmas grind festet csináltak. Tehát akkora grind festet, annyi tartalom van, és annyit kell játszál vele, hogy legyen ilyen kis halálfejeskét, hogy meg tud venni az amúgy viszonylag borsós árban lévő skineket, vagy bármit, hogy ez hihetetlen. Na de, jót tett ez a COD 4-nek, vagy nem tett jót a COD 4-nek? Egy bizonyos szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hiszen ezt a játékot 10 éve ismerik, a pályák ugyanazok, a hangulat ugyanaz, és én már kurva sok időt eltöltöttem a sima COD 4-ben, mondhatni, hogy még egy kicsit úgy unom is, még hiába itt az új, hiába újra játszatok, hiába a nosztalgia, de attól még ez a régi jó bevált COD 4, amit ismerek, és ebből a szempontból nézve ez az újítás, amit így benyomtak a kódba, nem rossz. Ad egy alapot, amiért mégis játszak egy régi, jól ismert játékkal, amit már úgy alapvetően unalmasnak vélnék. Na most, a nagy félelem az egészben az az volt, hogy el fogják tolni ebbe a rohadt Black Ops-os stílusba, hogy rózsaszín egyenruha, piros, lángoló haj, nem tudom milyen, ilyen olyan fegyverszkinek, amik egyáltalán nem valók a COD 4 világába. A Black Ops 3 világába valók, de a COD 4 világába ez egy kicsit komolyabbnak ható shooter és univerzummal rendelkezik ez a COD 4 Remaster sorozat eleve, és az első kellemes csalódás ebből a szempontból az, hogy nem tolták el ebbe a Black Ops 3-as undorító skin világba, amit abba játszhatok, például itt, ha végignézitek, gyakorlatilag skinek tömkelege, azt kell, hogy mondjam, és úgy jól néznek ki, beleillanak a COD világába, gyakorlatilag, és ez egy tök jó dolog. Amit nem értek, és nem tudok, hogy most itt például ez a semmilyen skin, ez a tavern, vagy alfa, ez mitől különbözik, vagy mitől másabb ez a epic skin itt, ez a golf mondjuk, ez szerintem még csúnyább is mondjuk, mint ez a Charlie, mert ez a Charlie egész jól néz ki, tehát így, ha így végig megyünk a dolgokon, nem tudom, mitől jobb az egyik a másiknál, de jobb, és az a lényeg. Na, és amint látjátok, az egy 275 ilyen cuccba kerül. Oké? Tehát
kurvosokat kell játszani, hogy összejön az a 275 cucc, és én csak a rare supli doplokat nyitom ki, úgyhogy még többet várok gyakorlatilag, mert a játék tényleg nem szórja ezeket a kis villámoskákat, max 3-at kapsz belőle a játékban, de ahhoz már kurva jó kell, hogy teljesítsél, és gyakorlatilag ugye a TDM az egyetlen életben maradt játék PC-n, mert mondjuk, ha egy headquarters is volna, a headquarters-en annyi pontot össze lehet gyűjteni, hogy egy csomó, tehát három kulcsot minden játékonként megkapnál mindenképpen. De mivel hogy a TDM az egyik legnépszerűbb, Code 4-en belül PC-n, így aztán gyakorlatilag kicsit lassan megy a gyűjtögetés, de remélhetőleg januártól, vagy valamikor szétválasztják a két játékot, és külön is meg lehet venni, és akkor egy kicsit több lesz a játékos bázis, főleg esetleg ezen patch után, ami most bejött. Szóval uniformok megvagynak, oké. Okay. Tehát első grind opció. Karakterek, és a karakterek is tök jók, hogy nem ütnek el. Tehát ha női karakterek, fekete, fehér, minden, és tök jó beleilleszkednek a Code 4 világába, tehát ez a Bonfest például tök jól néz ki, vagy a Devil Dog az is tök jól néz ki, úgy egészen bele-bele illeszkednek a karaktervilágba. Már nyitottam is egy legendary fajtát, meg egy simát és egy nőit, de úgy is igazából tényleg, hogy egész alapot, és amint megnézitek, ha meg akarjátok venni kis halásfelecskéké, akkor játszani kell értük becsülettel, és nem beszélve arról, hogy egyeseket meg se vehetsz, hanem amit látjátok, ezek így le vannak zárva, mert gyűjteni kell bizonyos kulcsokat, hogy, vagy bizonyos alkatrészeket, vagy bizonyos skineket, vagy valami ilyesmit gyűjtögetni kell, hogy ezek feloldódjanak, de mindjárt beszélek erről is, hogy mi az Isten nyila, hogy működik ez a feloldós rendszer itt. Ugye, akkor itt vannak karakterek, na, calling cards, na még az is, és ezeket nézzétek meg, tehát jó, egész jól néznek ki, szóval azt kell, hogy mondjam. És ezek challenge-ek alapján nyílnak fel, ugye, és valamiket ugye megvehetsz, kurva jól néznek ki, és a simákhoz képest, amiket el lehet érni most a Code 4-ben, ezek igazi művésziek, szóval komolyan mondom, jól néznek ki, és azért némelyik eléggé epikül néz ki, azt kell mondani. Tehát még ezt is lehet gyűjteni, és 775 kis halálfejecskébe kerül egy öcsém, tehát tényleg ezért mondom, hogy grind fest a Code. Akkor még megyünk, de a tegek is vannak. Hoppá, bocsánat. Nem ide akartam volna. Hol van? Calling cards? Emblémák is vannak, úristen, és majd ezek is tök jók. Szóval nekem, ezek például nekem dittak tetszenek, és egy olyan játékosok, aki szeretné feloldani a játékot, és minél több mindent megszerezni belőle, kurva sok időt el fog tölteni a Code 4-el, és végül is valahol ez a cél, nem? Hogy úgy, ha már pénzt kiadtál érte, nem keveset, mert meg kellett vedd azzal a szaros Infinite Warfare az egészet, akkor már legyen valami, nem? Tehát akkor már valamiért játszak, hát ha már úgyis egy olyan játékkal játszok, ami 10 éve kint van. De most ugye, most csak a pozitívumokról beszélünk, tehát várd ki a videó végét, szerintem várd ki a videó végét, mert lesz itt még rage-elés, no para. Szóval még grindolsz ez is. Hó, de hát még nincs vége, öcsém. Hát nem úgy megy az. Lépjük be a depóba, ahol ez a kedves, megvágott arcú csávó jön, és fingom sincs miről beszél, lehet föl kéne hangosítsam, és ugye, ha veszel, akkor csak rare supli dropot vegyél, mert a common és szart se kapsz, de a rare-ben nagyobb esélye fel tud oldani a legendary szarokat. Na, emellett, az egész mellett még ilyen gyűjtögetni valók is vannak. Na most a gyűjtögetni valós rész azért egy kicsit trükkös. Azt kell mondjam, ha például itt van például ezt a videomakert akarjátok, akkor amint látjátok itt oldalt, vannak skinek, amiket meg kell szerezni, gyakorlatilag úgy, hogy supli dropokból megkapod. Ha megkapod a supli dropokat, akkor gyakorlatilag kapsz egy darab kulcsot ehhez a Widowmaker bountyhoz, és amit látjátok, 7 darab kell belőle, itt ahol körözök a bal oldalon, 7 darab kell belőle, és ha felnyitod őket supli dropokból, tehát szerencse, RNG, szerencse kérdés, ha felnyitod őket, akkor kapsz egy ilyen kulcsot, és voilà, felnyithatod ezt a teljes csomagot, vagy kapsz valami különleges valamit, érte? És nézzétek meg, mennyi van, ez egyszerűen durva. Tehát ez durva.
hogy mennyi mindent lehet feloldani. Átmegyünk az armoriba, hát itt is van. Például a fegyvere, vagy Weapon Kitsnél itt már feloldottam ezt, illetve megkaptam ezt a skin féleséget, ami része az első ilyen kis kulcs a hétből, amit itt lehet itt körözök, a hétből egyet már megszereztem. Na most ez úgy néz ki, hogy ezt így még hozzá lehet adni, például én már az M4-hez hozzáadtam, amit összekever a digital kamóval, és akkor ilyen tök jó, ilyen kis keverékszín, jól néznek ki. Nincs vele baj, tényleg jó, jól néznek ki, de nézzek, egy ilyen skin feloldása 2150 kis halálfejecske, the fuck, úgyhogy hát lehet előbb kiforgatod egy csomagból, mint hogy tehát így összegyűjtöd rá a kis halálfejeket, mert ez már azt a rohadás kategóriába esik, és némelyiket, gyakor, ugye itt az Assassin, ezeket csak akkor kapod meg, ezeket a skineket, ami például ez a Gunslinger valami kurva jól néz ki, hogyha ugye összegyűjtöd ezeket mind. És ugye őt már megkaptam, ő az egy része volt, ez a kis csajszi a gyűjteményből, még kell ez például ez a tavern skint föl kell oldjam, akkor meg kell kapjam ezt az emblémát, akkor föl kell oldjam ezt a Rizis fegyverskint, dual wield kis szart föl kell oldjam, mi ez calling cardot, és a Blores Brute, ami 3600 ilyen halálfejecskébe kerül, föl kell oldjam, és akkor megkapom ezt a kurva jól kinéző fegyverskint. Így működik ez a rendszer. Hát nem hatalmas grindfest, de őszintén leköt. Valahol leköt a dolog. És itt van a kérdésetek, hogy szerintetek ez most jót tesz a kódnak? Kurva sok játék alap van, hogyha a skinekért halasz, hogy így jól, tehát jól meg van csinálva a dolog. És ügyesen fogva tart a játék. Valahol már van kettő karakterek. Na most karakterek, ja igen, itt már jártunk. Kurva jól meg van csinálva. Így valahol tényleg így leköt a játék. Nos, és ezt szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek kell ez a kódnak? Nem azt mondom, hogy a supli dropos rendszer az jó, és a legjobb, és hogy RNG, tehát random generated number fogja meghatározni, hogy kapod az itemeket, de leköt. Valahogy leköt. Tehát így ebből a szempontból kezdi megérni a pénzét. Egy fillért nem fogok kiadni a skinekért. Hát hülye nem vagyok, hát igazából. De némelyik tényleg nagyon tetszik, de idővel, tudod, van egy éved, amik jön az új kód, lehet játszani vele, és lehet, hogy így kód 4-et többen fognak játszani egy idővel. Vagyis van egy olyan érzésem, és remélhetőleg január vagy január után szétszedik a két játékot, mert van egy olyan érzésem, nem hiába hozták be ezt a rendszert, mert ebből pénzt akarnak csinálni, és ez úgy érni meg, ha szétszednék a játékot. Nos, srácok, bejöttek az új mapok, hát új mapok, új régi kedvencek, gyorsan átmegyünk rajtuk, ugye, melyik mapok jöttek be, bejött a Block, bejött a Countdown, a szép map, ami igazából semmire nem jó, nagyon csak vicceltem, tehát bejött a Block, bejött a Countdown, bejött a hol van, Pipeline, bejött a Showdown, egy személyes kedvenc ő is, Strike, mindenki kedvence, Wetwork, nagyon jó map, és majd amikor csinálom róla a videót, bemutató videót, azért ott az lesznek trükkös dolgok, és a Winter Crash, és srácok, a Winter Crash-t ezt meg kell most helyben mutassam nektek, mert nagyon jobb, mint a régi volt, nagyon-nagyon viccesre csinálták meg. Enemy Watson-t most csak így bebotolok egy kicsit, mert csak így meg kell mutassam nektek, hát ez az egyszerűen vicces. Tényleg, ne veszük easy-re, mert hogy már előjönnek. Erre kell valami... Ja, ez így jó lesz. Úgy, és... Start game. Jó. Nagyon-nagyon beteg lett a Winter Crash, nagyon szép, azt kell, hogy mondjam, és a helin is világító kis
gömbök vannak, tehát hogy hívják ez? Égők vannak, mert komolyan mondom, és a szokásos, mikor beívod az airstrike-ot, ho-ho-ho, mindenféle cucc bent van, de ezt meg kell nézzétek az újítást benne, szerintem poén, azt kell, hogy mondjam. És nem ér az dolog, tényleg úgy rádolgoz egy kicsit arra a karácsonyi hangulatra, de ezért szerettük a Winter Crash-t, és egy tényleg egy kellemes meglepetés volt, és ja, na, várjatok egy kicsit. Hát ez benne a leg... Ó, igen, a játék elejileg, hát sajnos ezzel nem tudsz mit csinálni. Figyeljétek, akiket lelövök majd. Figyeljétek meg már, ha egyáltalán... Hát akkor robbannak! Ez, ha jól emlékszem, ez nem volt benne akkor. Segítség! Ez nem volt benne a régi kódban. És akkor ugye jön egy Airstrike című történet. A szokásos ho-ho-ho. Szóval nagyon-nagyon jól meg van csinálva ebből a szempontból, úgyhogy nem rossz. És... ja, a helikoptert azt még nem tudod, lol. És... ja igen, ha meghalsz, te is felrobbansz. Anyád headshotot adott egy bot, mi a fasz? Te is felrobbansz ilyen kis csomagokba, és ez tök jó. Olyan a poén ki, meg kimúlni. Most így Winter Crash-ben. Hol van az a 17 bot? Hogy lehet így elveszni ezen a pályán? Miért használ mindegyik Jaguar mapot? Mi van veletek? Azt kurva. Na. Nem rossz, de most akkor összeszedjük azt a helyét, kikempeljük. Öcsém, Jaguar mapot használnak a botok, hát egyszerűen elképesztő. Lol. No comment, jó? Hát mennyi golyó kell ezekbe? Mennyi golyó kell ezekbe? Várjatok, van egy ötletem. Mindjárt jönni fognak, jó para. Összeszedjük el, akkor is azt látnotok kell. Című történet. Jó, gyertek. Airstrike. Ez bírom, ha nem lősz, azt se tudják, hogy hol vagy. Botom van, na jó. Lássuk azt a helit, és utána szerintem hagyjuk is. Csak ezt a Winter Crash, ezt meg kell mutatni, mert egész pofás lett, egész jó felújították. Nézzétek? Tök jól néz ki. És kurva jó, hogy így ki van díszítve a elé. Na, ez még így a poén lényege, és hogy tök jó, hogy így felrobbannak az emberkék. Nem ér az dolog. Ja, na. Ennyit az új dolgokról. Nem tudom, mit szóltok, hogy szóltok hozzá. Tetszik-e nektek ez az új újítás, és most, hogy így, hogy őszinték legyünk, én úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, amit behoztak így a kódba, és valamilyen szempontból a kód 4-nek ez úgy kellett. Kellett ez a frissítés, hogy ne az legyen, hogy már ugye tényleg annyit játszottunk ezzel a játékkal, hogy gyakorlatilag megúnyuk, és már így is hamar meguntuk volna. Tudom, most örülünk neki, mert még új, mert még egy hónap, mert hogy szép a grafika, mert hogy mindenféle cucc, és gyakorlatilag most még úgy tök jó. De előbb-utóbb ugyanúgy meguntuk volna, mint a régit, mert már kurva sokat játszottunk ezekkel a játékokkal. Mármint ezzel a játékkal. És szerintem ez egy jó dolog. Ezek a skinek. Ebből a szempontból. Viszont azért anyukat a paraszt vakításnak, hogy őszinte legyek, mert hogy ugye most behoztak ezek a skineket, tényleg úgy jó, mindenki örül neki, mindenki tök boldog, de viszont
Komolyan mondom, tehát ott van egy ilyen baszott nagy cég, ennyi pénzzel rendelkezik, de egy tetves normális szervert, ahol jobb a regisztráció, és nem halsz meg fal mögött, vagy fedezék mögött gyakorlatilag, azt nem tudnak csinálni. Még mindig ez a hibrid rendszer van, ahol vagy egy hostra csatlakozol, vagy egy szerverre, vagy nem tudom, hogy hogy oldják meg, és gyakorlatilag annyira rossz néha a kapcsolat, hogy így futsz, és egyszer csak azt vetted észre, hogy fal mögött meghalsz, mint a Battlefield 4-be volt az elején, és egyszerűen nem tudsz vele mit kezdeni. Tehát így a játék, azért játékból hiányoznak azért funkciók, amik megemelnék a játékélményt, és azért ez gázos. Tehát behozzák ezek a skineket, és megy a nagy parasztvakítás, hogy örüljél neki, hogy itt vannak, nesze, játsszál, költsél rá pénzt, de, érted, és van, aki erre pénzt fog költeni, de cserébe azért nem kapsz egy becsületesen játszható játékot, érted, minden játék elején laggolnia kell a játéknak, mert akadozik a grafikai motor, és mindenki panaszkodik ezért, a GTX 1080-astól egészen a GTX 660-asig gyakorlatilag, úgyhogy némileg néhol azért hibázik a játék. Talán először azt kellett volna kijavítani, nem skineket hozni, és csak utána hozni ezeket a bizonyos skineket. Szóval egy játszható játékot először, és utána hozzatok skineket, mert úgy játszik is vele az ember, akar is játszani vele az ember, de amikor meghalsz a fal mögött, az annyira úgy, hogy elveszi az ember kedvét egy kicsit néha a játéktól. Nos, srácok, ti mit láttok, hogy látjátok ezt a rendszert, és kinek hogy tetszik? És hogy szerintetek mit tett? Jót tett a kódnak ez az új dolog, vagy nem? Mire meg fogjátok venni? Ezek után jobban, ez egy jó kérdés. Ezek után jobban meggondoljátok, hogy megveszitek a kód 4-et? Tehát, hogy így, hogy felfrissítették, úgy értem, nem az, hogy most úgy meg kell gondolni, hogy vegyünk egy kódot, hanem úgy, hogy most már elkezdték gondolkodni azon, hogyha nem vetted meg, hogy meg fogod venni kód 4-et, mert hogy valamivel többet ad, mint az eredeti, vagy még mindig az eredeti pártján állsz, és hogyha már az megvan, akkor minek vegyük meg ezt a kódot. Köszönöm a figyelmet, dobj egy lájkot, iratkozz fel, stb. Következő videóig. Sziasztok! Chopper on the way. Airstrike standing by.